Ugye milyen jó érzés, amikor büszkék lehetünk közös sikereinkre, a hazai eredményekre. Ám a magyar termékekre már kevesebb figyelmet fordítunk. Országunk kiváló adottságait ismerve sokan azt gondolják, hogy élelmiszeriparunk önellátó. Pedig a számok mást mutatnak. Zöldségből és gyümölcsből is jelentős mennyiséget importálunk. Az utóbbi 10 év alatt a hazai málna termelése 1/5-ére csökkent. A lédús szilvájé pedig 40 000 tonnával esett vissza. Ez éppen annyit nyom, mint 4 Erzsébet híd. Az elmúlt 10 évben kétszeresére nőtt a behozatalunk, miközben a népesség 2%-kal csökkent. Az áruházak polcain is egyre nagyobb mennyiségben találkozunk külföldi árucikkekkel. De nem csak egzotikus termékeket, hanem sajnos paradicsomot, paprikát, egyéb feldolgozott árucikkeket, de még fűszerpaprikát is külföldről szerzünk be. Vöröshagyma termelésünk is több mint 65%-kal csökkent az elmúlt 10 évben, pedig a kiváló ízű magyar termék könnyedén maga mögé utasítaná a külföldi árut. 9 cukorgyárunk egymás után zárt be, nehéz helyzetbe hozva a hagyományosan cukorrépa termelésből élő családokat. Már a cukor 60%-át külföldről szerezzük be, és mindössze 1 cukorgyárunk maradt. Az elmúlt 10 évben 200 000 tonnával kevesebb kis hazai sertéshús került asztalainkra, ami több mint 50 milliárd forint bevételkiesést jelentett a magyar gazdáknak. Az ízletes és egészséges hazai tehéntej esetében is 10 év alatt 300 millió literrel csökkent a termelés kiváló tejtermelő gazdáink kárára. Ezzel a mennyiséggel 120 olimpiai úszómedencét lehetne megtölteni. Tudatos vásárlással, megfelelő odafigyeléssel ezt a kedvezőtlen folyamatot visszafordíthatjuk. Ám ha import termékeket vásárolunk, akkor még inkább visszaszorul saját gazdaságaink termelése. Munkahelyek szűnhetnek meg, a boltok pedig kénytelenek lesznek külföldről beszerezni az árut. Pedig a kiváló minőségű hazai termék érték, ahogy értéket jelentenek egyre zsugorodó agrárterületeink, kihasználatlan földjeink is. Ezért olyan fontos, hogy tudatos döntéseinkkel segítsük a magyar gazdaságok megerősödését. Az utóbbi 20 évben az ízletes hazai almából 40%-kal kevesebbet termeltünk, mert egyre több külföldi gyümölcs jelent meg a polcokon. Közismert, hogy néha egészségügyi kockázatot is jelenthetnek az import élelmiszerek, és óriási távolságot tesznek meg, mire hozzánk elérnek. A paradicsom például átlagosan 2480 kilométert utazik, amíg eljut a magyar vásárlókhoz. Napok, esetleg hetek telnek el, mire az úgynevezett friss áru a polcokra kerül. Ezzel szemben a kiváló és zamatos hazai áru akár órák alatt az asztalunkon lehet. És közben a legfontosabbat se feledjük. Helyes választásunkat rengeteg érv segíti. Kiváló természeti adottságaink és mezőgazdaságunk páratlan hagyományai mellett a 6 millió hektárnyi minőségi termőterület és a 180 ezer professzionális gazdálkodó. Nagyon jó példa a kitűnő magyar borok sikertörténete. A magyar borba vetett hitnek köszönhetően az elmúlt 20 évben hatalmasat fejlődött a hazai ágazat. Boraink sorra kapják a rangos nemzetközi elismeréseket. A minőség jelentős emelkedésének köszönhetően a boltok polcain 95%-ban hazai termékekkel találkozunk. Tegyük meg mindent azért, hogy ez a sikertörténet folytatódjon. A jövőben is válasszuk a magyar borokat. Már egyetlen apró lépés, egyetlen tudatos vásárló is elég, hogy pozitív változást indítson el. Aki magyar termékvédjeggyel ellátott terméket vásárol, mezőgazdaságunk és a hazai munkaerőpiac erősödését támogatja. Mert a minőségi magyar termékekre költött pénz a hazai vállalkozásokat gyarapítja, így az ön hasznára is válik. Fordítsuk nekünk kedvező irányba a folyamatokat. Keresse a magyar árut, kérdezzen utána, és amikor csak lehet, vásároljon magyar terméket.